Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ahogy megbeszéltük, most egy picit arról szeretnék beszélni, hogy hogyan lehet a félelmeket kezelni. Olyan, hogy nincs félelem, olyan nem létezik. Tehát félelem, ijegység, valamivel kapcsolatos szorongás, az emberek vagyunk, ez mindenkinél előfordul. Jöhetnek rossz gondolatok, rossz érzések, amelyek már is előidézik a félelmet, a szorongást, súlyosabb esetben a pánikrohamot. Mi a megoldás? Hát az egyik elsődleges megoldás, hogy ki kell jelentenem önmagam számára, hogy én most félek. Tehát nem úgy kell csinálni, mintha az ember elbújna ettől a helyzettől, hanem úgy kell csinálni, hogy igenis elfogadom, hogy én most félek. A következő kérdés, hogy mi az, ami előidézte bennem a félelmet? Na most ez bármi lehet, egy kutya az utcán megugatott, stb. Bármi lehet. Ha megvan a válasz, akkor a következő kérdés az az, hogy miért okoz ez bennem félelmet? Tehát amikor beazonosítjuk a félelmet, az első lépés, ugye? A második lépés, hogy megkérdezzük önmagunktól, hogy ez hogyan tudja bennünk előidézni a félelmet. És itt két lehetőség is van. Az egyik, hogy már egy régebbi élmény van bennünk, és az úgymond újból és újból előhozakodik. Tehát például felteltem ezt a kérdést, hogy honnan ismerős nekem ez az állapot. Volt ehhez hasonló? Megugatott már máskor is egy kutya az utcán? Jaj, gyerekkoromban nekem esett egy kuvasz. Oké. Ezek mind lehetőségek. A következő izgalmas kérdés, hogy miért nem tudom én ezen magam túltenni? Tehát mi az, amivel ez újból és újból először is egy nagyon fontos kérdés. Bármitől is ijedtünk meg régebben, élünk? Meg vagyunk? Természetesen előfordulhat, most én maradnék a kutyás hasonlatnál. Megharapta az illetőt a kutya. Tehát fájdalmat okozott neki. Az NLP-ben ezt úgy mondjuk, hogy anker. Az egy rögzítés. Tehát, hogy rögzült egy érzés. Például a fájdalom érzése. Na most, ilyenkor mindig az a nagy kérdés, hogy hányszor találkoztam azóta, tehát hányszor kerültem ilyen helyzetbe? Minden alkalommal megharapott egy kutya? Mert abban a pillanatban, amikor már van kivétel, az már rögtön, ugye a magyar közmondás azt mondja, hogy a kivétel erősíti a szabályt. Tehát ha van kivétel, akkor mondhatjuk azt, hogy nem mindig harapott meg a kutya. Na most a kutya az, hogy is mondjam, csak termeténél fogva, más és más. Tehát nyilván egy csivava, bocsánat, ha valaki nem ismeri, az egy nagyon kicsi kutya, vagy mit tudom én, mondjuk egy Yorkshire Terrier, ezek pici állatok. Egy kuvasz, egy bernáthegyi, egy komondor, egy leonbergi, egy újfunlandi, azok nagy állatok. Hogy a kaukázusi juhászról ne is beszéljek.
Tehát ezeket is figyelembe kell venni, hogy minden kutyától félek, vagy csak a nagy termetűektől félek, vagy csak a kis termetűektől. A ugye sokszor egy ilyen kis kutya olyan kis ijesztő tud lenni, pedig hát olyan túl sokat nem tud ártani, de azért mégis előfordulhat. Az életemben, mint mondottam, volt már egy párszor, sok mindent kipróbáltam. Fiatal koromban, olyan 20 éves koromban volt a Sashegyen egy kutyakiképző tábor, ahol én részt vettem. Egyrészt részt vettem a kutyámmal, akkor voltak kuvaszaim, másrészt, hát, hogy mondjam, nagyon sokan voltak, akik feljöttek, de na mindegy, summa summarum, nem akarom ezzel húzni az időt. Az a lényeg, hogy felvállaltam, hogy én leszek a csibész, akire rá lehet uszítani a kutyát. Ez azt jelenti, hogy felvesz az ember egy ilyen csibészkart, és észnél van, mert hát hiszen természetesen, amikor egy doberman az ember torkának ugrik, azért az nem olyan vidám dolog. A komondorról sem beszélek. Tehát, és ezeket én mind átéltem. Természetesen ez ugye most felmerülhet a kedves nézőben, hogy nem féltem. Hát én talán ezt a szót, hogy félni, ezt én nem használnám, hanem inkább azt a szót, hogy tartottam. Tehát volt bennem egy bizonytalanság, hogy most mi lesz, hogy lesz, de ugyanakkor meg bíztam önmagamban, hogy ez a lényeg, hogy észnél kell lenni. És tényleg arra jöttem rá a úgynevezett csibész szerep eljátszása közben, hogy nem csak az emberek arcáról lehet leolvasni, hogy mi fog történni, vagy hogy mit gondol, hanem a kutyákról is gyönyörűen le lehet olvasni, hogy a kutya most éppen milyen helyzetben van. A csibészkar egy jó vastag kar, ami egészen a válig felér. Tehát, ha az ember észnél van, akkor a csibészkart oda teszi, az nem probléma, hogy azt átharapja a kutya, mert úgy nem tudja átharapni, hogy a karomat megharapja. Ér, az benne van, hogy érez majd az ember egy szorítást a karján, mert azért pláne a nagyon erős állkapcsú kutyáknál ott azért sok száz kilós, hanem 1000 kilós nyomás van a karon. De a helyzet az, hogy bele lehet ebbe is jönni, tehát mindent meg lehet tanulni. Az ember elesik a biciklivel, aztán egyszer csak biciklizik, aztán megint elesik vele, mert hát ilyen is van, ugye? Tehát most lehetett látni az olimpián, hogy a biciklivel versenyző elcsúszott, hát ilyen van. Tehát igazában véve az egyik lehetőség az, hogy feltérképezzük a félelmeinket, és hogyha megvan, akkor utána elkezdjük szétcincálni, apró darabokra szedjük, vagyis magyarul az egyik elsődleges dolog, hogy az általánosítást azt megszüntetem. Tehát és itt nagyon fontos megint, a múltban történt az, hogy megharapott a kutya. A múltban történt. Azóta megharapott a kutya? Azóta nem harapott meg a kutya. Találkoztam közben más kutyákkal? Találkoztam, de nem haraptak meg. Vagyis magyarul nem lehet általánosítani és kiterjeszteni egyetlen kutyaharapásból az összes kutyára és az összes úgymond helyzetre, hogy mindig megharap a kutya. Ugye most van, aki fél a repüléstől. Ha életében repült, és ott volt egy rossz élménye, mit tudom én, hirtelen
egy olyan áramlásba került a repülő, hogy elkezdett zuhanni. De aztán utána megállt, hiszen azért beszélgetünk vele, mert nem zuhant le a repülő, ugye? Tehát, hogyha repült, és volt egy rossz élménye, akkor a leglényegesebb dolog az az, hogy hát oké, de aztán elérkezett arra a repülőtérre, ahova utazott, és ott kiszállt a repülőből. Tehát ezt kell megtapasztalni, hogy eltekintve attól, hogyha nem, ha volt egy veszélyhelyzet, amiben nem haltunk bele, akkor végül is átéltük, vagyis képesek vagyunk arra, hogy leküzdjük ezt a helyzetet. Minden olyan helyzet, ami kihívás, de átéljük, az utána egy olyan tapasztalatot is ad, hogy hát átéltem, és itt vagyok, élek. Na most nem csak ilyen nagyon erős, mondjuk úgy, hogy fizikális szituációk vannak, hanem vegyünk egy olyan példát, amikor a helyzet teljesen érzelmi jellegű. Tehát nem mondjuk egy utazástól való félelem, vagy egy kutyától való félelem, tehát nem egy fizikális jellegű helyzet, hanem mondjuk teszem azt, nagyon csúnyán összeveszett velem a kedvesem, az anyám, az apám, a mit tudom én, bárki. És akkor, hát minden esetre nem annyira bárki, mert azért ott is különbséget kell tenni. Hát most egy ismerős, az nem ugyanaz a kaliber, mint amikor az ember a közvetlen hozzátartozóival kerül rossz viszonyba. Ebben az esetben előfordulhat az, tehát például mondjuk megfélemlített az apám. Félek az apámtól. Itt egy nagyon-nagyon fontos dolgot kell tisztázni. Apám akárhogy is viselkedik, mégiscsak az apám. Mégiscsak bizonyos értelemben neki köszönhetem, hogy létezem. Tehát oda lehet menni például az édesapánkhoz, és meg lehet kérdezni, hogy most azóta benned továbbra is rossz érzések vannak, hogy múltkor kiabáltál velem, vagy pedig szent a béke közöttünk. Hát most ugye el kell fogadnunk, hogy vannak haragtartó emberek. Lehet az is, hogy lehet, hogy a papa azt válaszolja, hogy én nem szóltam hozzá, te se szóljál én hozzám. Ebben az esetben nem nagyon tudunk mit kezdeni ezzel a helyzettel. Természetesen más a helyzet, ha az ember 14 éves, és más a helyzet, ha az ember mondjuk 25 éves. Mert egy 14 éves gyerek, hát azt nem mondom, hogy menjen világgá, hagyja ott az apját. De abban az esetben, ha az ember 25 éves, akkor igencsak elgondolkozhat azon, hogy kivesz egy albérletet, és elköltözik. És akkor a papának is, hát hogy is mondjam, csak szembe kell nézni azzal a dologgal, hogy őt elhagyták, mert úgy viselkedett. Itt nagyon-nagyon lényeges különbség az, hogy ez menekülés. Bocsánatot kérek, vannak helyzetek, amelyek bizonyos értelemben olyan fajta feszültségeket tartogatnak, és annyira stabilan fennállnak ezek a feszültségek, hogy a helyzeten változtatni kell. És a helyzet egyik megváltoztatási lehetősége az, hogy más pozícióba hozom magam.
ez, hogy elköltözöm otthonról, ez egy más pozícióba hozás. Ha nem vagyunk egy lakásba, ott újból kezdhetjük a kontaktus megteremtését, de nem vagyunk egymás függőségében közvetlenül. Ennek következtében mondhatjuk azt, hogy mindenféleképpen egy jobb pozíció, ha az ember elköltözik otthonról, mert nincs meg a közvetlen függőség a szülőktől. Természetesen olyan esetben, ahol csak elköltözöm, de továbbra is a szüleim fizetik az albérletemet, ott a függőség megmarad, tehát az a butaság, tehát annak semmi értelme. Tehát az elköltözésnek akkor van értelme, ha azt is jelenti, hogy a függőséget kikapcsoljuk. Tehát semmilyen értelemben nem függünk már egymástól. Érzelmileg úgy is van egy fontos kontaktus, ami jelent egyfajta függőséget, attól még nem tudtunk megszabadulni, de fizikális értelemben mindenféle függőséget ki tudunk kapcsolni. És akkor ezek után, ha a papa nem hajlandó beszélni, akkor önmagam lelkének a megnyugtatása véget, kérem szépen, egészen más jelentősége van egy levélnek, mint egy SMS-nek. Kedves fiatalok, higgyétek el, vagy higgyék el, egészen más az SMS, az a levél, az egy levél. Azt a postás kiviszi, az egy boríték. Az a papának a lelkén szárad, ha meglátja, hogy ki a feladó, és dobja ki a szemetesbe. Az az ő problémája. De itt nekünk mindig azt kell alapul venni, hogy mi van a saját lelkünkben. Ha írunk egy szép levelet az apánknak, amelyben leírjuk, hogy mennyire sokat köszönhetünk neki, az életünket köszönhetjük neki, mennyire fontos nekünk ő, és azt is leírhatjuk, hogy függetlenül attól, hogy múltkor volt egy kiabálás, mi nagyon szeretjük őt. És hogyha ezeket az érzéseket mind tényleg érezzük, és leírjuk, és elküldjük a levelet, ez a mi részünkről. Kinyitottuk az ajtót. Ha a másik ennek ellenére be van zárkózva, akkor el kell fogadnunk, hogy az apánkkal történt valami, ami miatt ő most így tud viselkedni. Ez is egy nagyon-nagyon fontos, ezt most itt zárójelesen jegyzem meg, de nagyon-nagyon fontos dolog. Mindenkit abban a helyzetben kell éppen elfogadni, amiben van. Tehát az, hogy ő, ugye megint az itt és most, ha itt és mostban vagyok, akkor azt mondom, hogy ő most ebben a helyzetben, ebben az időpontban így tudott viselkedni. Az egy teljesen értelmetlen kérdés, hogy hogy tudott volna. Nem tudott volna sehogy, mert most az a tény, hogy így tudott viselkedni. És nekünk ezt kell tudnunk elfogadni, hogy egy ember egy adott helyzetben éppen most így tud viselkedni. Ha ezt el tudjuk fogadni, hogy ő most így tudott viselkedni, akkor a lelkünkben nyugalom lesz. Békesség költözik a lelkünkbe, és elfogadjuk, hogy a labda az ő tér felén pattog, a továbbiakban nekünk ezzel így nincs dolgunk. Mi elmondtuk az érzéseinket, kiterítettük a kártyáinkat, ahogy szokták mondani. Ettől a pillanattól kezdve nyugalomban, a lelkünkben. Hogy a másiknál mi van, de az az ő dolga. Tehát ne akarjunk már senkit sem meggyőzni a magunk igazáról. Az, hogy ő nála most mi zajlik, hogy zajlik, rengeteg gyönyörű történetet hallottam már olyan esetekről, amikor azért hosszú évtizedek mosolyszünete után mégiscsak úgy megy el az apu,
a túlvilágra, hogy elmondja a lányának, hogy mennyire szerette, és bocsánatot kér az elmúlt több évtizedes viselkedésért. Vannak ilyen történetek is, és mindig arra gondoljunk, hogy ha a halálba úgy megy el a hozzátartozónk, hogy békesség lett a szívünkbe, kiegyeztünk, kibékültünk, rend van, akkor egészen más úgy elengedni, mintha úgy megy el, hogy megoldatlanságok maradtak itt. Az egy egészen más helyzet. A félelem kezelésénél szeretnék elmondani egy nagyon leegyszerűsített gyakorlatot. Azért mondom, hogy nagyon leegyszerűsített, mert igazában véve ezt a gyakorlatot csak személyesen lehet megcsinálni emberekkel, vagy másképpen mondani, elvégeztetni emberekkel. De én úgy gondolom, hogy egy kicsit lecsupaszítva, egy kicsit lájtosabban is meg lehet próbálni. Legfeljebb rosszabb nem lesz, legfeljebb nem sikerül. Ha van, akinek van egy félelmi fixációja, tehát visszatérő félelme, teljesen mindegy most, hogy micsoda, mondtam itt már példákat többet is, akkor érdemes róla önmagunkban egy filmet csinálni. De ezt a filmet úgy érdemes megcsinálni, hogy elindulunk a félelmet megelőző állapotból. Az egy pozitív állapot. Tehát az nagyon lényeges, hogy pozitív állapotból indulunk. Megnézzük a filmet, a filmen belül van egy fokozódó helyzet, amelyben kialakul a félelem, és nagyon fontos, hogy utána, ugye most gondoljunk bele, egy gyakorlatot csak akkor tudunk elvégezni, ha élünk, tehát nagyon fontos, hogy bármin is mentünk keresztül, bármi is történt velünk, azóta itt vagyok, élek, tudok mosolyogni, tudok enni, inni, aludni. És keresek egy olyan pontot, ami egy ilyen nagyon jó élmény. Tehát az a lényeg, hogy jó állapotban kezdünk, utána jön a konfliktus, majd a konfliktus után jön egy pozitív befejezés. Ez a film, ez a lényeg. Tehát mindenféleképpen happy enddel végződik. Élek, ezt megúsztam, túl vagyok rajta, stb. Tehát az a lényeg, és ott az egy nagyon fontos, hogy ott lássam magamat jól, békességben. Tehát érthető? Ez egy film, egy vászon, rajta van a film, amelyen a saját életemet nézem meg, egy jó helyzetből elindulva, egy konfliktussal találkozva, és a konfliktusból ismét egy jó helyzettel befejezve. Ha ez most megvan, megnézem a filmet, ott a vége, majd ezek után ezt a filmet visszafele kétszeres, négyszeres, nyolcszoros és 16-szoros gyorsasággal újból és újból a végétől az elejéig visszatekerem. Ha valaki jól csinálja meg a gyakorlatot, az eredmény fenomenális. Vigyázzanak magukra, jó hétvégét kívánok, Isten áldja önöket, viszontlátásra!